Az apnea, vagyis freediving sportága nem egy látványos sport, mert víz alatt történik, úgyhogy kevés néző tudott maradni és nézni, ha csak nem búvár szedben. De annak is az egyik legkevésbé látványos eleme a statikus gyakorlat, amikor gyakorlatilag csak fekszünk a víz tetején és lebegünk. Ez mondjuk, hogy a saknál még kevésbé látványos talán, mindeközben viszont óriási küzdelem zajlik a vízben. Kívülről tényleg nagyon csillesnek tűnik, de valóban úgy van, hogy bármennyire is, ha az ember sokat edz, sokáig bírja a víz alatt egy átlag polgárhoz képest. Ez a víz alatt töltött időnek a nagy része nem egy komfortosan eltöltött idő, tehát nem úgy néz ki, hogy elkezdjük majd sokáig csinálni, és akkor egyre tovább nagyon kényelmes, hanem ez küzdelemmel telik. Azt kell itt megtanulni, hogy nem történik baj, nem történik semmi, tehát hogy ennek a fájdalmas résznek egy elég jelentős szakasza, hozzá lehet szokni ahhoz a tudathoz, gondolathoz, hogy a test még nagyon sokáig bírja. Ez attól függ, hogy ki mennyire tudja elfogadni ezeket a furcsa érzéseket, amivel ugye előtte még valószínűleg nem találkozott. Ugye ha már tud valaki nagy levegőt venni, akkor a következő, amit el kell viselni, az a feszülés érzése. És hogyha ezen is túljut, akkor ugye hozzá kell szoknia ahhoz az érzéshez, hogy levegőt szeretne venni egy bizonyos idő után. Viszont első kézből tudom mondani, mert végeztünk ilyen jellegű kísérleteket, hogy egy megfelelően felépített edzéstervvel akár 3 percet azonnal bárki meg tud csinálni. Szóval amit mi csinálunk, az gyakorlatilag egy fulladozás sportszerűen. Az átlagember bírja elvileg 5 percig, akkor meghal, én nekem 6 perc a rekordom ebben a pillanatban. Innen is látszik, hogy fejleszthető a képesség, és teljesen másképp fulladozunk mi, mint hogyha valaki a vízben esetleg rosszul jön ki valami, és elkezd ténylegesen megfulladni. Megvannak a maga fázisai, megvannak a maga eszközei, úgyhogy olyan lehet rákészülni és rá edzeni, és alapvetően lehet gyakorolni. Borzasztóan nehéz igazából a kontrollt megtartani, és az, hogy az ember ne pánikoljon be, és ne veszítse el azt az önuralmát, ami ehhez szükséges. Azért kezdtem el, mert kipróbáltam a palackos merülést, és nem tetszett, hogy vannak rajta mindenféle gépek, és hogy nem lehet akármikor feljönni, amikor akarok, és több kontrollt éreztem ezzel a sporttal. Átlagembernél ugye általában ez úgy szokott működni, hogy meg kell tanítani, hogy hogyan kell nagy levegőt venni, mert ott szokták elrontani, hogy nem tudják igazából rendesen teleszívni a tüdejüket levegővel. Először is ki kell fújni az összes levegőt, utána először kitolni a hasat, hasba teleszívni, amennyire csak tudjuk, utána egy kicsit a mellkasba, és a végén még meg lehet emelni a vállakat, és akkor azt mondom, hogy az úgy közel egy maximális levegővétel. Nem feltétlenül kell hozzá a víz, szárazon is lehet gyakorolni, meg akár űzni is a sport statikus részét, kevésbé kellemes, kevésbé hatékony. Nagyon fontos része ennek a levegő visszatartásnak a mi sportunkban az emlős reflex, ami arról szól, hogy mivel elvileg mi a vízből jöttünk ki ugye evolúciósan, ezért amint az arc beér a vízbe, abban a pillanatban elindulnak bizonyos reflex funkciók, így például lelassul a szív verése, és az oxigén háztartás megpróbálja nagyon hatékonyá tenni a test. A szervezet harcol azért, hogy levegőhöz juthasson, és ezt az elemi ösztönt, ami nyilván minden más ösztönnél talán még a fajfenntartás és a létfenntartás ösztön is még erősebb az, hogy az ember levegőt akar venni, ezt el kell nyomni az utolsó lehetséges pillanatig. Jelen pillanatban egy szerb szabadidős búvár tartja a Guinness rekordot, közel 12 perces levegő visszatartást jelent, illetve az egyéni maximum az 13 perc körüli. Illetve ugye ennek van egy másik válfaja, az oxigénes statikus levegő visszatartás, ott 24 perc felett van a jelenlegi rekord. Sok a női versenyző is, sok a férfi, vannak idősebbek is, hát ez bármikor el lehet kezdeni, igazából nincs olyan, hogy fiatalon kell ezt elkezdeni. Van, aki 40 plusz évesen kezdi el, és ugyanúgy versenyez, és tök jó eredményeket ér el. Mi is, mikor járunk versenyekre, akkor vannak 60 év fölötti versenyzők is, tehát ez így tökre megosztó, szerintem. A legfontosabb mindig, amit erről a sportágról el kell mondani, hogy semmiképpen ne végezzük egyedül. Megtörténhet egy ájulás, ami önmagában még egy részleges ájulás, de ha nem nincs ott valaki, aki ezt figyelje és kivegye az embert a vízből, akkor abból ténylegesen fulladás történhet.